A következő előadónk Földi Mihály, az Önkiből. Ő a zonfarm búzafajta tesztek eredményeiről, illetve a jövőbeni tervekről szeretne mesélni nekünk. Köszönöm. Hallatok? Igen. Szeretettel köszöntök mindenkit, akkor próbálom megosztani a videómat. Jó. Pillanat. Igen, most jó, látható? Én nem látom még. Pillanat. Jó. Most jó. Most jó, oké. Rendben, és akkor próbálom kikapcsolni a saját magamat. Igen. Ebben Judit segítenél? Aha, hogy kell kikapcsolnom. Kikapcsoltalak, kikapcsoltalak. Jó, köszönöm szépen, köszönöm szépen. Mit? Jó. Igen, indítom a videót és a jelentítést, tehát cím és a többi. Na, akkor tehát gabonákról beszélünk, pontosabban búzáról, mert az Önkinek a indulás óta kutatunk, miért kutatjuk a búzát. Megnézzük ezt a kis diagramot, kördiagramot, ebből látjuk azt, hogy mi a hazai bio szegmensnek, tehát bio szántóföldi bio termesztésnek mi a faj összetétele. Látjuk, hogy a búza, lucerna, ez a tönkölyi búza, ez a három növény kiteszi több mint egy harmadát a növényeknek. Hát lucerna az ugye egy talajépítő növény, ott is vannak fajták, a tönkölynél ott a fajta kérdés az egész más, ott inkább a vevő határozza meg, hogy milyen fajtát. Tipikusan egy extenzív növény, és itt a fajtának nincs akkor olyan jelentősége. Búzából több száz fajta van, ezek között vannak intenzívebbek is. Tehát itt nagy jelentősége van a fajtának, de erről még fogok többet beszélni, illetve hát egy exportcikk, eladható cikk. Azért van valamely növényből több, mert jól eladható, hát a búza az egy jól eladható növény. Itt a fajta jelentőségek magyarázatára egy ábrát kölcsönöztem a Berényi professzortól, aki a termesztés sikerességét befolyásoló tényezőket sorolta fel ebben a diagramban, és ugye ebben látjuk itt elő ezt a nagy egyharmadnyit, ez a biológia alap, tehát a fajta. És ha mi gazdák vagyunk, termesztünk, és jobban gazdálkodunk, akkor az éghajlatot egyébként sem tudja a gazda megválasztani, a talajra is nagyon kevés esélye van. Ha biogazda, a gyomirtásra csak mechanikailag van lehetősége, a betegségek kártevők tekintetében szintén korlátozottak a lehetőségek, úgy a tápanyag utánpótlásban is. Hát a növényápolásnak itt a búzánál kisebb a jelentősége. Tehát amit mi magunk megválaszthatunk, az a fajta, tehát a biológia alap. Tehát ezért döntő a választás, mint egy házasság, hogy jó párválasztás, jó fajta választás, egy életre, vagy hát egy idényre legalábbis eldönti a termesztésnek a sikerét. Ezt a külföldi szakirodalomban is tesznek említést róla, hogy vannak fajták, valami jó bioba, valami nem jó bioba, ez elég régi, akkor még nem volt biorra való nemesítés, amikor ez az amerikai szerző ezt vizsgálta. Vizsgálták, hogy több száz fajtát vizsgáltak, és akkor kiderült az, hogy vannak, amelyek jók a bioba, valamelyik kevésbé, de egyszerre mind a kettőben olyan nem nagyon van. Tehát valamelyik vagy bioba jó, jobb, vagy konvencionálisba. A hazai szakirodalomban is van erről szó, hogy egy nagy probléma a fajta kérdés. Persze nem csak a fajta kérdés, a vetőmag kérdés is, mert biovetőmaghoz se lehet hozzájutni. Vagy hát ha lehet, akkor nem biztos, hogy bioban tesztelt fajtákról van szó. Ezért, illetve azért is, mert kisparcellás kísérletek, tehát az állami kísérletek nincsenek bioban, ezért úgy gondoltuk, hogy mi megcsináljuk a on-farm hálózat keretében ezeket a kísérleteket, és tesztelünk fajtákat. Ez 2013-ban indult ez a együttműködés, akkor néhány helyszínen mindössze négy fajtát kaptunk összesen tesztelésre, és hát voltak a gazdáknak a fajtái. Ez olyan egyszerűen működött, hogy minden gazda kapott
egy-egy zsáknyi magot a fajtákból, és ezeket elvetette, mint hogy a képen látjuk ilyen sávos rendszerben. Elvárás volt az, hogy azonos elővetemény, viszonylag homogén terület, és mindent ugyanúgy csináljon. Az jó, hogyha nem avatkozik be mindenféle kegyszerekkel, meg egyebekkel, mert itt mostan natúradatokat akarunk látni, illetve az fontos, hogy az ő rá jellemző vetésforgóba legyen illesztve, illetve hát ne egy trágyázott területben, ha egyébként nála nem jellemző, hogy a búzát alá trágyáz, tehát hogy a búzát, tehát egy nagyon standard területbe vesse a növényeit. Hát folyamatosan nőtt a részvevők száma 2013 óta, ezt láthatjuk ezen a kis térképen, hogy behálóztuk az országot, sőt túl is léptünk a határokon, mint látjuk a előttem szóló gazda, előadó a Palik László gazdaságát, tehát ő felvidéken található. Ezekről a gazdaságról, hogy mit vizsgáltunk a termésből, azt szeretném most bemutatni. Vonatkozik a búzára egy szabvány, és ebben vannak bizonyos minőségi paraméterek felsorolva. Ezek közül vannak, amelyek mintálók, amik fontosak. Legfontosabb a fehér és a sikér. Ha ezeket teljesíti, akkor a többiekkel általában nincs gond. Ez alól talán kivétel az esés szám, ami egy ilyen éréskori, ilyen, mint amilyen most van, ilyen esős idő alatt bekövetkezik a minőségromlás. Ez évjárat függő, ez minden búzára rossz hatással van, hogyha éréskor esik az eső. Tehát mi alapvetően a fehér és a sikértartalmat vizsgáltuk, mert ez a két érték az, ami igazán limitáló tényező. Fontos megjegyezni itt ezeket az értékeket, hogy színek kapcsolok hozzá, tehát a vörös árnyalat az általában a jó, és a zöld, illetve a kék, a takarmány volt a korábbi szabványban, ez már ilyen kifejezést nem szerepel, tehát az azt jelenti, hogy szabvány alatt, én ezt most műzlinek neveztem el. Na, akkor tovább. Megnézzük azokat a további tulajdonságokat, amelyek egy fajta kiválasztásnál fontosak. Tulajdonképpen itt egy alkalmazkodó képességről van szó, itt látunk egy termést, ez egy fajta, ez például itt egy kunhalom nevű fajta, és látjuk, hogy ennek 4,1 tonnás átlag termése volt, és mellette van egy másik fajta, ez egy GK-fény, ez egy szegedi fajta, amely kevésbé alkalmazkodó képes. Nem rossz fajta ez, mert ez egy konvencionálisban nemesítették, ez egy ilyen jó fajta, de ezen a területen látszik, hogy nem érzi jó magát. Itt nem arról szól, hogy nem betettek elég magot, hanem egyszerűen nem tud úgy bokrosodni, nem érzi jól magát. Most az alkalmazkodó képesség, ez a továbbiakban felsorolt tulajdonságoknál is fontos. És ugye, amit itt fontos megjegyeznem, az, hogy a hozam és a minőség az általában fordítottan arányos. Tehát ha egy fajta sokat terem, akkor gyengébb a minősége. Itt látjuk is, hogy gyengébb a minősége, míg hogyha alacsony, de ha mind a kettő olyan is előfordul, hogy alacsony hozam és alacsony minőség, akkor az abszolút kuka, és mi azokat a deviánsokat keressük, amelyek magas hozam mellett magas minőségre képesek. A gyomfolytó képességre látunk most itt egy példát, ez egy elég gyenge kép, de annyit mutat, hogy itt nem egy vetetlen sáv van, hanem egy fajta, egy olyan fajta, aminek rossz a gyomfolytó képessége. Egyébként valamelyik martonvásári fajta, ami modern fajta, nagyon jó fajta, de alacsony szárú, és hagyja, hogy fölélőjenek a gyomok. Tovább megyek, állóképesség megnyílés. Itt a bánkuti búzát látjuk, ami a kombányosok réme, amikor fekszik a talajon, és elég gyötrelmes betakarítani. Egyébként a gyomfolytó képessége, mint a képen is látjuk, csodálatos. Ellenálló képesség, betegségfogékonyság. Hát ez kevésbé szokott probléma lenni a biotermesztésben, mert ott egyébként is betartanak mindenféle egyéb agrotechnikai szabályok vannak, tehát vetésforgó, vetésváltás. Tehát a betegségek nem okoznak nagy problémát. Nincsenek tápozva a fények olyan szinten, mint a konvencionálisban, nem kapnak semmiféle sokkoló
vegyszer, gyomirtót, stb. Tehát a bioban növények ellenálló képesek. Ez egy ilyen kanászfehérjedés tünetet mutat, ami előfordult 5 éve, és ennek nem is tudtuk pontosan az okát, talán fuzárium okozta, de itt látunk egy tipikus fuzárium tünetet, amit azért nekünk is a rémünk, nem csak a konvencionálisban, mert hogyha hajlamosító időjárás van, mint például most, főleg virágzáskor van ilyen időjen esős idő, akkor ez a mikotoxin termelésére is képes gomba ki tud fejlődni a fajtákban. Persze, mint látni fogjuk, különböző mértékben okoz károkat, hogyha egy fajta erre a gombára nagyon érzékeny, akkor az alkalmatlanná teheti kockázatosan. Itt látjuk a fuzáriumos szemeket, ez egy fele beteg szem. Tehát ez egy olyan állomány, amit ennek nem mértük meg, ez 3 éve volt a mikotoxin tartalmát, de biztos vagyok benne, hogy határérték fölött lett volna egy 50%-os fertőzöttség, amit egyébként tisztítással lehet kiszedni, csökkenteni. Most rátérnék a tavalyi búzatesztjeinknek a eredményeire, látjuk ezeket a helyszínek voltak, amelyeket vizsgáltunk. Ezek közül nem akarom mindegyiket bemutatni, mert nincsen időm. Kiválasztottam közülük ezt az 5-öt, ezekről fogok egy kicsit bővebben beszélni. Nagy dorogon látjuk az a klasszikus beosztás jön be, hogy jó fajta, tehát a nagyobb hozamú fajtának gyengébb a minősége, mint a végén lévő hozamoszlopban legalacsonyabban teljesítőknek, amelyek sárga, a zöld az meg egy közepes. Tehát a baloldali oszlopban látjuk a hozamot, és a jobb oldali részen pedig a fehérje tartalmat, tehát a minőséget, amelyet ezek a pöttyök jelölnek, és az oszlopok színe pedig a sikértartalomra utal, tehát a minőségi besorolásra. Lehet, hogy a kurzoromat azt látszik-e, próbálom mutatni. Most ez szokott lenni a standard mindig a kutatás összefoglalomba, de mivel hogy az elmúlt év egy nagyon, nagyon magas fuzárium fertőzöttségű év volt, ezért én betettem a fuzárium fertőzöttségi értékeket is, mint látjuk itt a diagram fölötti azokat a számokat, a pirosak azok a kiugró értékek. Láttam, betettem egy oszlopot, ami az átlagot mutatja, hát ami az átlag alatt van, azok egész jók. Itt látjuk a bánkuti búza az egész ilyen jól szerepelt, mert mindössze 3%-os volt a fuzáriumos magfertőzöttsége, ami egyébként nem jelent feltétlenül mikotoxin szennyezettséget, tehát a mikotoxin szennyezés az nem is mindig arányba a magfertőzöttséggel. Na, most ezt a diagramot most egy táblázat formában látjuk. A problematikus fajtákat, azokat piros betűvel láthatjuk, a piros háttérrel, fekete betűvel pedig azokat a fajtákat, amelyek az átlag fölött teljesítettek. Ez egy év átlaga, mert minden évjárat más, és ezért, ha mi fajtákat akarunk választani, akkor hogy melyik a jó, akkor nekünk több év átlagába kell megnézni, és ugye mindig az a jó fajta, ez sehol sem találtam így a szakirodalomban, hogy stabilan évről évre átlag fölött tud teljesíteni. Hát én ezt összesítettem a nagy dologon a több év átlagát, mint látjuk, átlag fölött teljesítő fajták, ami többször tudott átlag fölött teljesíteni, azt itt a diagram, vagyis a táblázatnak a legalsó részén látjuk, tehát a kunhalom volt az egyik olyan fajta, ami kétszer is tudott átlag fölött teljesíteni, mind hozamban, mind minőségben. Persze ilyen szélsőséges évjáratok, mint amilyen tavalyi volt a fuzárium fertőzöttség szempontjából, erre nem mindig tudjuk szűrni a növényeket, mint ahogy más betegségre se, csak akkor, amikor épp egy járvány van. A következő helyszínünk Tiszaigar, ahol mindegyik szinte jó minőség volt, itt igazából a hozam dönt, illetve a fuzárium fertőzöttség, majdnem mikotoxin mondtam, nyilván összefüggésben van. Mint látjuk, ha,
ha ezt több éven keresztül tudná teljesíteni, akkor, akkor lehetne a legnagyobb hozamú fajtát választani, ezt a bizonyos Arnoldot, mert egyébként ennek volt a legkisebb a fuzáriumok fertőzöttsége is. Most ugyanezt táblázatban látjuk, ugye itt már könnyebb áttekinthető, látjuk az Arnold legjobb. De ha több év átlagát nézzük, ugye Arnold az első évben volt, tehát nincsenek visszamenőleg adataink, akkor, akkor nyilván nem ez a fajta fog kijönni az öt év átlagabban a legjobbnak, ezt illik tovább ismételni, próbálni. És ugye a korábban jól szereplő fajtáknál, amelyik szerepel a bánkot is, jelezzem, hogy volt erős megdőlése, tehát ez azért fenntartásokkal kezelendő hiába legjobb, mert a betakarításnál ez bizony komoly problémákat okoz. Ugyanúgy az erős gyomosodás itt, mint látjuk 2018-ban az MV Karénál, az erős gyomos, hiába jó a minőség, hiába jó hozzám, hogyha ha szárazon nem lehet betakarítani, mert annyira hagyja, hogy magad fölé nőjenek a gyomok. Hagyjuk beszélni a következő helyszínünk, hát már évek óta tesztelik a fajtákat, és nagyon sok fajtát vizsgáltak, és látjuk, hogy, hogy itt van egy kiemelkedő fajta, ez az osztrák bióban nemesített fajta, a Tóbiászt, nagyon megkedvelte a gazda, nézzük az összesítést, igen, tehát itt is egyértelmű fuzáriumban is egy legjobb volt, és ha több év átlagát nézzük, akkor is ugye látjuk 2017, 18, 19, tehát mióta teszteljük, azóta mindig jól teljesített. Következő helyszín, amihez van némi kötődésem, hogy ezt a kísérletet én állítom be Füzesgyarmaton a saját területemen, és hát emiatt ugye sokkal több fajtát állítok be, elég nagy a fajtasor, elég neki nehéz áttekinteni, hogy majd a kutatás összefoglalóban majd ezt részletesebben tanulmányozhatják, hogy lépek is a következő videó, vagy a következő kockára, ahol, ahol látjuk már a fajtákat, hogy, hogy a, ugye a piros háttérrel, fekete betűkkel a jobbak, aminek fuzárium problémája van, azoknál fehér, piros alapon fehér háttérrel tüntettem fel, tehát hiába jó a hozama és a minősége, hogyha fuzárium érzékeny, akkor, akkor az, az hanyagolandó. Több év átlagában vizsgálva, hát több fajta is kijött jónak. Természetesen a jó fajták azokat igyekszünk tesztelni, amennyiben hozzá tudunk jutni a magjához. Hát erre azért bebiztosítjuk magunkat, mert igyekszünk a legjobb fajtákat szaporítani. Tehát van olyan, amikor még a kutatóintézetek is tőlünk kérnek, például bánkuti búzát. És most jön a László, aki első évben tesztelte a búzafajtáinkat. Hogyha megnézzük, akkor az átlag alatt találjuk a narancsosabb és a sárgább fajtákat, és tovább lépnék még egyet. Ennek az érdekessége az, hogy nem találunk olyan fajtát, ami ha átlag fölötti hozamú, akkor a minősége az átlag alatt van. És ugyanez igaz a kicsit a fúzárium fertőzöttségre is. Tehát ez gyakran első években így szokott lenni, akkor nem könnyű megtalálni a legjobb fajtát. Tehát nem jönnek ki azok a pozitív értelembe vett devianciák, hogy a fajta az jól tud hozamba is, meg minőségbe is tehetett, de nehéz olyat találni. Hát itt nem nagyon találtunk, hogyha valami esetleg limitál, akkor azt mondhatom, hogy a fuzárium fertőzöttségben azért vannak olyanok, amik átlaghoz nem nincsenek messze. Egyébként itt mindenfajta, ami a jó a talaj, elég jó minőségű volt, tehát a legrosszabb minőségű, és azt lehet mondani, hogy az is még jó lenne, hogyha ha nem lenne akkora, például itt van ez a konditor, aminek akkor a fuzárium fertőzöttség, sajnos a mikotoxin szennyezettség is magas volt ebbe a mitába. Hát most mutatnék egy-két képet ezek a felszaporításokról, ki készültek, enélkül nem tudnánk működtetni a kísérletet, az egyik a Tóbiász, a másik az Edelman nevű új fajta, és köszönöm szépen a figyelmet, és várom az esetleges kérdéseket. Igen, még arról kellene beszélnem, eszembe jutott, hogy mik a jövőbeli tervek. A jövőbeli tervek azok, hogy
államilag is lesznek beállítva ilyen fajta tesztek állami kutatóintézetekbe, kis parcellába. Most a kis parcella abban különbözik a mi kísérleteinktől, hogy ott ugye több kicsi parcella van, a mi esetünkben pedig termésbecslés van ilyen kerettel, és abból cséplünk mintákat, a mintából határozzuk meg a hozamot és a minőséget. A hozam tekintetében ne tévesszem senkit meg, hogy milyen nagy hozamokat mutattam itt be, mert ezek mindig torzítanak úgy a kis parcella esetében, mint a termésbecslés esetében, hiszen olyan helyét teressük a táblának, ahol homogén az állomány, és nincsenek defektusok. Tehát nem egy onnan veszük a mintát, ahol egy évelő gyom van, vagy épp egy pocok vár, hanem onnan, ahol egyöntető az állomány. Tehát minden fajta esetében. Emiatt ugye a mi mérésünk talán még pontosabbak, mint a kis parcella. Kisparcellán állott, ugye randomizálva vannak a kockák, hogyha valamelyik éppen egy talajhibába esik, akkor azon nem lehet sokat korrigálni. Ennyi lett volna, köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen, Misi. Akkor érkezett néhány kérdés, azt felolvasnám. Ha egy gazda saját gazdaságában a helyi viszonyoknak megfelelő búzafajtát szeretné megtalálni, mekkora az a legkisebb ajánlott terület, amit egy tesztfajtával bevessen? Pillanat, hallható vagyok? Igen. Ja, jó, köszönöm. Tehát mekkora az a terület, amit egy tesztfajtával bevethet? Mi nem korlátozzuk azt, hogy tehát fajtánként kap... Halló? Igen? Itt halló. Eltűnt a képernyő. Ja? Ja? Bocsánat. Megkaptam a képet, elnézést. Azt hittem, hogy megszakadt. Tehát mi csak annyit mondunk, hogy úgy vessel, ahogy egyébként szoktak. Tehát azzal a repülőgéppel. Az egy ajánlás, hogy minél kisebb sávokat készítsen, tehát minél közelebb legyenek egymáshoz a fajták, főleg, hogyha több fajtáról van szó, hogyha ezt a sávot 20 méteren keresztül veti el, az is jó. Ha 500 méteren keresztül veti el, az is jó. Minél nagyobb a telet, annál könnyebb nekünk utána megtalálni benne azokat a pontokat, ahol alkalmas mintavételre. De lehet egészen rövideket is húzni belőle. Köszönöm szépen, és van még egy kérdés a mikotoxin méréssel kapcsolatban, hol lehet mikotoxint méretni? A mikotoxin mérés az egy drága dolog, mi sem mérjük minden évben a mikotoxint, mert nagyon sok pénzbe kerül, hiszen több száz mintánk van, és célzottan szoktunk néhány esetben fertőzött évjáratban mérni mikotoxint. Most például tavaly Debrecenben voltak mikotoxin méréseink.